röplabda rajongó digi nézőknek ez az éden, ugyanis az egyik csatornán megy a világkupa mérkőzés, a másikon meg majd mindjárt itt lesz a röplabda szövetség elnöke, ugyanis továbbra is kovácsolja nagyra törő terveit a magyar röplabda új vezetése amely Mici Moszkó helyett a tao választja, vagyis szeretnének bekerülni az öt kiemelt látványsporták mellé, hatodiknak a társasági adókedvezmények paradicsomába. A röplabdának minálunk nálunk álmából kéne ébrednie, nézzük miként csípkedni és sportágát. Tóth Tamás szövetségi elnök jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! azt fejtsük meg először, hogy első menetben miért nem került be a látványsportok közé a röplabda? Hát én nekem nem tisztem ebből az elnöki titulusból a korábbi menedzsmentet virálni. de én azt gondolom, hogy... Menedzsment probléma lehetett? Egyszerűen csak a lobbizásnak a kérdése uh -huh. volt, mert annyira evidencia, hogy azzal az üzenettel, amivel a látvány sportokat el akarták látni, hogy a szponzoroknak egy kiszolgáló felületet adjunk, a röplabda egy tökéletes felület egyszerűen mondjuk azt, hogy elfeledkezett róla a törvényhozás, és nem megfelelő lobbival bírt a szövetség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azzal utasíthatták volna vissza, hogy először erősödjetek meg, először legyetek olyan jók, mint a OKI, meg a kosárlabda, meg az összes többi, csak is lobby Igen, én úgy gondolom, és az alap, abszolút alátámasztja az elmúlt két-három hónapnak a pozitív hozzáállása a kormányzat részéről, és abszolút támogatottsága, és ezért tűztük ki ezt a január végi időpontot, amikor a meghívtuk Magyarországra a CERT board meetingét, az Európai Szövetségnek a döntéshozóit, és szeretném, hogyha erre az időpontra kandidálódna a bejelentés, hogy sikerül nekünk be emelni ebbe a látványsportba, ugyanis a kormányzatnak az az üzenete, hogy azokat a szponzorokat szoktassuk a sportákhoz, akik később hosszú távon is támogatóként megjelennek. Én azt gondolom, hogy a látványsportok tekintetében, most az említett világkupát tekintve is, világszinten ez egy olyan populáris sportág, a olimpiai nézettség tekintetében a férfi röplabda döntő volt a legnézettebb sportág, tehát nem kérdés, hogy meg tudjuk hozni a szponzoroknak azt a feletet, amit szeretnénk. Egyszerűen menedzsment probléma volt. Azt nyilatkozta, hogy vannak már elkötelezett támogatók a röplabda mellett. Ha a látványsport kategóriába kerülnének, akkor akár egy milliárdot is be tudnának hozni a sportágba? Mi egy nagyon konkrét javaslattal álltunk elő, és remélhetőleg azokon a fórumokon én voltam Cene úrnál ebben az ügyben támadni támogatást kérni, hát, támadni hát, is. Hát egy és értem. a Parlament sportbizottságának a vezetőjénél, a Bánki Mi nem szeretnénk, köztudott, hogy nagyságrendileg 20 milliárd forintról beszélünk itt a TAO tekintetében, és mi három javaslattal látunk elő. Az egyik az az, hogy egy meghatározott limitált összegre tartunk igényt, ez 750 millió forint lenne az évek tekintetében a következő három évben meghatároztuk azokat a szponzori kört is, és bemutattunk tíz vállalatot, aki szándéknyilatkozatot írt alá, hogy ő szeretné ezt a 750 millió forint lehetősége van, és szeretné is a röplabdára fordítani, és nem csak az adó tekintetében, hanem hosszú távú stratégiai partner. Ezek között ilyen cégek szerepelnek, mint a Szignál biztosító, a Strabag, ilyen cégek szerepelnek, akik hosszú távon a röplabdával szeretnének foglalkozni. És hát bemutattuk azt a stratégiai tervünket, ami nagyon fontos mindehhez, hogy mire szeretnénk ezt fordítani. Egyrészt vannak elképzeléseink a válogatottak, illetve a látványsport tekintetében hazai rendezésű nemzetközi tornákat szeretnénk. 13 ma 14-ben ifjúság és junior hazai rendezésű elvét, és 15-re pedig Horvátország a közösen női. hazai rendezésű női elvét pályáztunk meg. Én azt hiszem, hogy ez elindítja azt a Csipke Rózsika álmából fölépelő, fölébredő ami biztos, hogy a tömegesítést fogja eredményezni, ugyanis ezt már korábban mi beszéltük, hogy hál' Isten itt is elindulnak az akadémiák. Én személy szerint is egy központi röplabda akadémiának a tulajdonosaként most már 240 gyermeknek a lehetőséget tudok nyújtani, röplabdázzanak, és bárhova megyünk iskolákba. Főleg a női mezőnyben ez egy gyönyörű sportág, és azt gondolom, hogy olyan tömegeket tudtunk megmozgatni, ami a sportért felelős kormányzatnak egy mindenképpen jó üzenetet tud szolgáltatni. Hány ilyen akadémiára lenne szükség? Én úgy, én úgy hiszem, hogy a mi stratégiánk az az, hogy és ezt a sportágat, hogyha szeretnénk megérteni, van egy borzasztó nagy előnye, hogy például több csapatsportágnak az a probléma, hogy Budapestről eltűnt. Eltűnt a férfi kosárlabda, eltűnt a férfi kézilabda, kisebb-nagyobb hiányosságokkal. Most női röplabdában van négy olyan fellegvár Budapesten, ez a BSE, a TF, az UTE és a Vasas, ahol olyan akadémiák vannak alattuk, ami a tömegesítést biztosítják, ezt az utat szeretnénk koncentráltan követni, illetve vidéken vannak olyan fellegvárak, és a polgármesterekkel tárgyaltam, és abszolút támogatólag léptek fel, mint Nyíregyháza, mint Kaposvár, mint Békés Csaba. Hát Kaposváron éppen Demeter György hazajött, megcsinálta Kaposváron az akadémiát, Szita polgármester a maximális támogatásával, női férfi vonalon együttesen. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell már kitalálni, mit akarunk csinálni, csak egyszerűen most azzal a problémával nézünk szembe, és itt abszolút őszintén el kell, hogy mondjam, hogy az iskolákban, a utánpótlás egyesületekben most a konkurens sportágakban, lást, kézilabda, a kosárlabda, olyan mennyiségű forrás keletkezett ezzel a támogatási rendszerrel, amivel nem tudunk mi versenyezni, és egyszerűen kiszorunk ugyanabból a teremből, mert nem tudunk eszköz fejleszteni, nem tudunk infrastruktúrát fejleszteni, és nem tudunk az utánpótlásra fogalmazni. Kiket kell meggyőzni? Az elhangzott nevek, urak, a kulcs szereplői ennek? Tehát, hogyha a Cene úr, azt mondja, hogy igen, akkor már egy kellemes kis módosítóval bekövetkezhet az igen. Hát mondjuk azt, hogy offenzívába kezdtünk, három területen támadtunk, fogalmazzunk meg így. Egyrészt megfelelő propagandával léptünk elő, én elmagyaráztam az Európai Szövetség és a Világszövetség elnökének, hogy mi történik itt Magyarországon. Mindenki nagyon üdvözölte a kormányzatnak ezt a hozzáállását, és döbbenten át, hogy a röplabda miért nincs ezért van egy így úgynevezett külső nyomás a szövetségek részéről, és egyébként az FIVB egy development programot, egy fejlesztő programot jóvá is hagyott, ami csatlakozna ehhez a... Tehát nem egyszerűen csak a kormányzattól várjuk, hanem szövetségszinten is támogatjuk. A másik vonal, ez a kommunikáció. A másik része pedig az, hogy utána mentünk jogilag, hogy mit kell tenni. Igen, itt ez a törvénymódosítás, a Bizony. társasági adó törvénymódosítása, amire egyébként lehetősége van a parlamentnek, és egyébként mindig próbálják finomítani, hogy hogy megy. A mit szándékunk és a mi taktikai elmünk az az, hogy a limitált 750 millió forinttal pontosan meghatározzuk, hogy senki mástól nem szeretnénk elvenni, de ezt a felhasználást szükségesnek tartjuk és hát ezt a törvénymódosítást kezdtük el indítani, és megnéztük azt a jogi formuláját, ami a Parlament Sportbizottság, aki ezt az előterjesztést meg tudja tenni, és természetesen megpróbáltunk minden sportért felelős a Borkai a Bob egy csatornás rendszerének a vezetőjénél, és Cene aki az államtitkárságnak a vezetője, aki a sportért felelős. Hozzáteszem, elég könnyű helyzetbe vagyunk, mert mindenhol evidenciával találkozunk, Inkább azt kérdezik tőlünk, hogy jó reggelt, hogy fölébredtünk és foglalkozunk valaki végre ezzel a sportággal. Azért, azért még azt akartam kérdezni, hogy kell-e szerető politikus a jó lobbizáshoz, mert ugye azt tudjuk, hogy vannak futball szerető fanatikusok a magyar politikában. Nagyon jó tudjuk, elég csak ránézni mondjuk a videóton vippáhojára, hétről hétre. Vannak-e ilyen Röplabda szerelmesek, ismerünk kosaras igen, politikai igen, vezetőket is. Igen. Hát számomra is megdöbbentő, mert én beleestem ebben a sportákba, és a négy gyermekemből fogadóan ezt az akadémiát létrehoztam, úgy találkoztam a sportággal, de két nagyon fontos dolog van. 1947-ben az FLVB alapításának 12 tagállama volt, és Magyarország ott volt az alapító tagállamok között. hihetetlen múltja van ennek a röplabdának Magyarországon. Buzek László, Tormo Ágnes, ezek most mind csatlakoztak hozzánk, és érdekes módon a klubok szintjén megjelentek a politikusok is, ugyanis felfedezték a polgármesterek azokat a lehetőségeket, amit a röplabda, a nulláról induló röplabda egy borzasztó nagy tömegesítéssel elér. Akkor erősödhet a magyar bajnokság is? Mindenképpen. Tehát ennek egy nagyon jó az Ennek egy nagyon jó példa, és én azt gondolom, hogy ez az út, ami a Vasasnál történik női vonalon. Búzs a polgármester úr csatlakozott a szakosztály menedzsmentjéhez, az elnökség a Vasas elnökséget támogatólag belépett a női röplabdába, és megjelent egy. 15 millió forintos szponzorációs igényel egy vállalkozó, aki azt mondja, hogy látok fantáziát, és a vasas női csapat elindult a nemzetközi bajnokságban, a Mevza tornában, Közép-Európai Ligában, és nagyon eredményesen szerepelnek, és én azt gondolom, hogy ez az út, hogy a vállalkozói szféra, a helyi önkormányzat, aki iskolák biztosításával, infrastruktúra biztosításával tud létreenni, és a stratégiai döntés a klubok éléről, Lázsa Vasas éléről, hogy vízilabdába, labdarúgásban sokkal nagyobb összeget kell investálni ahhoz, hogy eredményt tudjon elérni, mint egy kiugrási lehetőséget biztosít a röplabda bármilyen egyesület részén. Tehát januárban, tehát itt ezik az Európai Szövetség elnöksége Január 27-én, 28-án. Akkor megvan a pontos dátum, addigra jó volna a bejelentés. 20... Hány százalék esély van erre? 27-én estére szeretnénk ezt a bejelentést prognosztizálni, ugyanis az első alapítandó röplabda bált is meg szeretnénk rendezni, ahol a az, az, év a játékosainak a díját adjuk át, és én azt szeretném, hogy itt 27-én történjen ez a meglejelés. 87% esét jártok rá. Akkor legkésőbb akkor találkozunk legközelebb, jó? Oké, okay, köszönöm szépen, te, hogy itt volt.